20. alkalommal zarándokoltak a beregszászi magyar görögkatolikus esperesi kerület tagjai Mária Pócsra. Zsolozsmás és bibliai napokat szerveztek Mátyfalván. Romzsa Tódor vértanú életéről mesél Szabó Konstantin atya. Ezek a hitélet témái a görögkatolikus egyház mai műsorában. A Mária Pócsi Mária kegykép évtizedek óta a görögkatolikus hívek fontos zarándok helye. Idén 20. alkalommal keltek útra a beregszászi magyar görögkatolikus esperesi kerület tagjai több mint 20 egyházközségből, hogy részesei lehessenek az Isten szülővel való lélekbeli találkozásnak. A 62 kilométeres táv első felét 300-an tették meg, majd a második napon 350 főre nőtt a zarándokok száma. A menet élén egymást váltották a hívek, akik hagyományosan a beregdédai templom fakeresztjével vezették a csoportot. Az út első pihenőjét Vásárosnaményban tartották. A helyi görög katolikusok frissítővel várták a zarándokokat, ahol a biztató szó és a lélekmelengető imádság sem maradt el. Nekem nem ismeretlen ez a csoport, én Mária Pócson szolgáltam 3 évig, és minden éven láttam a fájó lábbal érkező, nagyon hosszú úton túllevő magyar görög katolikus embereket, akiknek fontos volt, hogy az Isten szülőhöz eljöjjenek, és valahogy mindig az a gondolat fogalmazódott meg bennem, titeket látva, amit egy távol-keleti nagy gondolkozó mondott, aki azt mondta, hogy bolond ember az, aki csak ül a szekéren, de nem tudja, hogy merről jön és hogy hova tart. Hát a zarándok ember abban különbözik a világnak a többi siető, rohanó, gondjait látó emberétől, hogy ő tudja, hogy honnan indult, és legfőképpen áhítja a célt, hogy hova tart az Isten szülő Szűz Máriához. Minden egyes lépésetekkel, minden egyes izzadság cseppetekkel, amit hullattok ezen az úton, ti tanúságot tesztek. Tanúságot tesztek ebben a mai világban, ahol kezdik elfelejteni, hogy mi a csend, kezdik elfelejteni, hogy mi a fáradtság, kezdik elfelejteni, hogy mit jelent az áldozathozatal, mit jelent a hit, a remény és a szeretet. Ti ebben a világban, azzal, hogy összegyűltök, azzal, hogy Mária Pócs felé igyekeztek, igenis megmutatjátok a világnak, hogy vannak olyan emberek, akik őrzik ezeket az értékeket, akiknek fontosak ezek a dolgok, tesznek érte és tanúságot tesznek ebben a világban. Megkérdezitek az Istentől, hogy honnan jöttetek és nem felejtitek el, és megkapjátok a választ is tőle, hogy az örök hazába tartotok, és ezt soha nem felejtitek el útközben. Erről szól a zarándoklás. Erről szól minden egyes lépést, amit ezen az eseményen tesztek. Krisztusban, kedves testvérek, egy valamit szeretnék útra valóul a szívetekbe vésni, a tarsolyotokba tenni. Ez pedig nem más, mint az a gondolat, amit József Attila, szép nyelvű magyar költünk megfogalmazott. Vigyázzatok, hogy ne járjatok úgy, mint ő, aki azt mondta, hogy az egész világot átszelte, hogy megtalálja az Istent. De az végig ott állt az ő háta mögött. Az Isten minden nap veletek van. Ezen az úton ő várt titeket Mária Pócson. Azért indultatok el, hogy vele találkozzatok. És, ahogy egy híres gondolkozó mondta, sokszor az út végén jön rá az ember, hogy nem az úti cél a lényeg, hanem maga az út. Persze, eljutni Mária Pócsra szép dolog. Imádkozni az Isten szülőhöz a lelket emeli. De ne felejtsétek el, hogy az oda vezető út épp úgy hozzátartozik, mint majd az érkezésnek a csodálatos pillanata. Az úton zömében 20 és 40 év közötti hívek vettek részt, többen közülük már sokadik alkalommal. A csoport pusztadoboson szállt meg, az iskola tornatermében töltve az éjszakát. A pusztadobosiak az évek során szoros barátságot kötöttek a zarándokokkal, így idén is szívélyesen várták őket. 20 év, ha gondolkodunk rajta, emberöltőleg is sok. Generációk nőttek föl ez idő alatt. Ezen a településen is, határainkon túl is, és úgy gondolom, hogy bőven vannak itt olyanok, akik még a 20. életévüket be sem töltötték.
20 év, mit is jelenthet ez? A szülőfalumban, ami ide 50 kilométer, van egy görögkatolikus templom, és ott az emlékművén van három szó. Ez a három szó így hangzik: az élet, áldozat. Amikor ezt az emlékművet fölállították, és ezt a három szót rávésték, akkor azok az emberek úgy gondolták, hogy az életben nagyon sok áldozat van, amit meg kell hozni. Áldozat, döntés, amit véghez kell vinni, meg kell valósítani. Kedves zarándokok, az élet áldozat. Gondoljuk végig, hogy az eltelt 20 évben ez a település, ha mondhatjuk így, mennyi áldozatot hozott évről évre. Kedves befogadók, pusztadobosiak, gondoljuk végig, hogy ez alatt a 20 év alatt a településünkön megfordult zarándokok mennyi áldozatot hoztak értünk. Milyen érdekes az élet áldozat. Mind a befogadónak is, az otthont adónak is, mind pedig a zarándoknak is. Vagyis össze vagyunk kapcsolva. Egy életünk van, és ezt az egy életet lehet, hogy sokszor áldozatként éljük meg, de mégis törekednünk kell, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. Én így köszöntöm kedves minnyájukat saját magam nevében, az egyházközség nevében, úgy gondolom, hogy minden pusztadobosi nevében. Legyen az bármilyen felekezetű, legyen az bárki, de mindannyian ezt az áldozatot hozzuk, az áldozatot vállaljuk, és áldozatot kérünk. Egy életünk van, ezt éljük meg a legjobban. Isten hozta kedves minnyájukat ezen a településen 20. alkalommal. 20 év, sok barátság, sok kapcsolat, sok áldozat, de egy élet. A zarándokok között nem csak görögkatolikus hívek voltak, hiszen a Mária Pócsi könnyező szűzanya elé kortól, vallástól, nemzetiségtől függetlenül bárki odajárulhat. Az út során a zarándokok görögkatolikus szertartásokat végeztek és Mária énekeket énekeltek. Egyes hívek terhüket tették le az Isten szülő elé, mások vigasztalást kértek vagy fohászkodtak, voltak, akik hálát mondani mentek. Egy dologban viszont mindenki egyetértett. A zarándoklatnak nem csupán a végcélja volt fontos, léleképítő, hanem legalább annyira az út, amelyet együtt, közös erővel, egymás biztatásával tettek meg. Műsorunk további részében Mátyfalvára látogatunk, ahol zsolozsmás és bibliai napokat szerveztek. Majd Szabó Konstantin atya beszél Romzsa Tódor vértanú életéről. A beregszászi görögkatolikus esperesi kerület rendszeresen megszervezi a zsolozsmás napokat. Ez alkalommal Mátyfalva adott otthont a rendezvénynek. Krizs Olivér tanárként dolgozik Salánkon, harmadszor vett részt a zsolozsmás napokon. Azt mondja, hogy két dolog az, ami visszahúzza ide. Az egyik az imádság. A közös imádság, ugye a hétköznapi gondokból kiszakadva, a volt ismerősünk, az ismerősökkel, volt osztálytársakkal, barátokkal kicsit elmélyülhetünk az imádságban a szertartások alatt. Illetve a másik ugye pont a barátok, a volt osztálytársak és ismerősök, akikkel elég ritkán találkozok. Mert ugye bár az év során mindenki szétszórodva a maga világát éli és csinálja a saját dolgát, a tábor pedig nagyon jó lehetőséget nyújt erre, hogy összehozza az embereket, és átbeszéljük az év során történt élményeket, illetve az emlékeket. Számomra az egyik legkedvesebb szertartás az a vecsernye. Szóval nekem a tegnapi vecsernye tetszett a legjobban az idei zsolozsmás napokban. Maga a szellemisége, maga, hogy fel van építve az imádságok, a hangok tényleg nagyon megfog és nagyon tetszik.
A zsolozsmás napoknak pont ez a lényege. Az, hogy a hívek el tudjanak csendesedni, félrevonulni a zajos életből, és együtt imádkozni. Mátyfalván ezzel párhuzamosan még egy rendezvény zajlott, bibliai napok a gyerekeknek. Már több éve sikerül megszervezni, főleg a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezetnek, a GISZ-nek, illetve a Mátyfalvi Görögkatolikus Egyházközségnek a jóvoltából. Az iskolás gyerekek a nyár folyamán tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokat szeretnének pihenni vagy játszani, itt erre ezeken a bibliai napokon lehetőség van, hiszen különböző bibliai témákban próbálják a szervezők, a segítők énekekre, játékokra, szórakozó együttlétre őket megtanítani. Az idei téma a bibliai napokon a család, és úgy gondolom, hogy a család az egy központi szerep a gyerekeknek az életébe, ahol felnőnek, ahol megtapasztalják a jót és a rosszat, ahol a neveltetésük történik, példát láttak a szüleiktől, és most a szervezők erre próbálják a gyerekeket megtanítani, egy kicsit felhívni a család fontosságára a szerepet. Ez 3 napig tart, és szeretném megköszönni az egyházközségnek, az egyházközség embereinek, az egyházközség aktív tagjainak, akik vállalták, hogy a gyerekeket ebéddel ellátják. Nagyon szépen köszönöm meg nekik, illetve a GISZ-nek is az együttműködését, hogy ide is eljöttek a szervezőkkel együtt, és az egyházközségben mindezt meg tudtuk valósítani. Hálás köszönet érte. A bibliai napok mellett ugye a másik jeles eseményünk a zsolozsmás napok. Ezt az idejében már 5. alkalommal sikerül az egyházközségben megszervezni. Ugye a nyár az nem csak a gyerekeknek fontos, hanem a felnőtteknek is, akár szólhat a pihenésről, a nyaralásról. Nagyon sokan ugye akár mezőgazdasági munkával is foglalkoznak, de arra gondoltunk, hogy ebben a nyári hőségben, vagy a nyári pihenésben nem szabad, hogy a lelkünk elrohanjon mellettünk, vagy valahol lehagyjunk, és ezért a zsolozsmás napokon a Görögkatolikus Egyháznak a teljes liturgikus napját, kezdve a vecsernyétől, az imaórákon keresztül megpróbáljuk és igyekszünk elimádkozni. Lehetőség van az elcsendesedésre, a templomban a gyertyafényénél vagy a mécses fényénél imádkozni, kérni a Jóistennek a segítségét, az áldását a családjainkra, a felnövő generációra, és a jelen idei zsolozsmás napokon is több mint 10 résztvevő jött más és más faluból, fiatalok, kispapok és az egyházközségből is különböző szertartásokra is bejönnek a hívek, és együtt imádkoznak velünk. Nem mondom azt, hogy nem fárad el az ember, de ezért jó, hogyha az ember elfárad az imádságban, mert akkor valamit tett. És ez a zsolozsmás napok, bármennyire is a pihenésről, vagy az elcsendesedésről, de legfőképpen arról szól, hogy mindannyian közel kerüljünk az Istenhez, mindannyian megtaláljuk azt az utat, ami az Úr Istenhez vezet, és ebben a sokszor talán szétszórt világban van egy hely, van egy lehetőség, ahol összeszedhetjük magunkat. Úgy gondolom, hogy ebben a mai világban, vagy a mostani helyzetben is van miért imádkozunk, van miért hálát adnunk, van mit kérnünk az Istentől, és hát hogyha már lehetőséget kaptunk az Istentől, akkor próbáljunk és törekedjünk meg, hogy mindent megtegyünk érte. És ezért is hálás köszönet az egyházközségnek, szintén az aktív tagjaiért, akik ezen a napokon való részvételen, ebéddel, vacsorával, bármivel hozzájárultak ahhoz, hogy a lelki táplálkozás mellett azért a testi táplálkozás is meglegyen. Hálás köszönet érte, és az Úristennek is természetesen hálát adva elsősorban, hogy összehozott bennünket, meghívott erre a feladatra, erre a lehetőségre, és hogy mi ezt a lehetőséget felismertük, és ezeken a napokon, a zsolozsmás napokon imádkoztunk hozzá, hogy segítsen meg bennünket.
Rózsa Tódor vértanú görög katolikus püspök neve az elmúlt évtizedekben nem csak születési és szolgálati helyén, Kárpátalján vált fogalommá. Kitartása a katolikus keresztényi hit mellett még a haláláránál is példát mutatott paptársainak és a híveknek a kommunista diktatúra évtizedei alatt és a rezsim bukása után is. A rendszerváltozás adta lehetőségekkel élve, az ő nyomdokain haladva épült újjá az elvtársak által az ortodox egyházba kényszerített kárpátaljai görög katolikus egyházközség. ...1944. októberében a szovjet hadsereg elfoglalja Kárpátalját. Ekkor már a munkácsi görög-katolikus egyházmegye vezetője Rózsa Tódor volt. A katonai megszállást a közigazgatás átszervezése és Kárpátalja területének a Szovjetunióhoz csatolása követte. Ezzel együtt az ortodox egyház erőteljes támadást indította a kárpátaljai görög-katolikus templomok és papjaik ellen, felszólítva őket, hogy fogadják el a moszkvai ortodox patriarchátus joghatóságát. Erre akarták rávenni Rózsa püspököt is, ő azonban ezt megtagadta. Mivel 1944. októberében itt Kárpátalján a messze menőleg domináló egyházmegye, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye volt, természetes, hogy az első dolog az, hogy elkezdik megkörnyékezni az egyházmegye vezetőit. 44. októberre, 44. novemberre, csak 2-3 hét telt el, rögtön van egy apropó, hogy ez a püspök lojális-e az új rendszerhez, pártfogolni fogja, támogatni fogja, tehát minden kérdést lehet tisztázni. 1944. november 7-én a ungvárnyi moziteremben rendeznek egy nagy megünneplését az októberi forradalomnak. A rendezvény előtt eljön egy KHB tiszt, és elmondja a Rózsa püspöknek, hogy mit kell elmondania. Tehát itt azonosul 2 hét után, és nem csak Rózsa püspök, hanem nagyon-nagyon sok ungvári püspök, meg talán az egyházmegyének is a papjai, hogy egy embertelen, egy istentelen, egy ateista időszak jön ránk. Miután a püspök megtagadja a szovjet hatalom dicsőítését, Moszkvában az akkori legfőbb kommunista vezető, Sztálin meghozza a döntést. Rózsa püspököt likvidálni kell. Lokogon templomot szentelt, este figyelmeztetik a püspököt, hogy ne induljon el, mert valami gyanús elemek vannak a faluban, meg a falu környékén. Itt éjszakázott, reggel elvégezte a szent liturgiát, megreggelizett, és a kíséretével, Bacsinszki Dani bácsival, Bereznai titkárjával és 2 kispappal elindult. Bacsinszki Dani bácsi idősebb volt, mint a 30, abban az időben már 36 éves püspök, hogy őt jobban verték el, mint szegény püspök atyát. És a szerencséjük, a második csoda az volt, hogy jött a postakocsi, és ezeknek el kellett tűnni, hogy ne legyen szemtanú. A támadás helyszínén ma emlékmű áll. A munkácsi kórház falán pedig emléktábla hirdeti, itt tápolták a sérült püspököt, akinek minden esélye megvolt a felgyógyulásra. Nagyon ügyes orvosok, meg ápoló személyzet, lehet mondani majd, hogy nem talpra állítottam. Teofila nővér, Bazilita szerzetes volt az ágya mellett szinte éjjel-nappal. Akkor 31-én kap egy parancsot, valahonnan felvettek egy valamilyen leszkát, vagy lüszkát, vagy valakit, hogy menjen hozzon friss vizet. Nővér mondja, hogy hát nem régen cseréltem vizet. Tessék hozni friss vizet. És amíg elment a vizér, visszajött ez a KGB
ügynök, mert annak nevezhető, egy olyan szerrel, amit Kievből hoztak le, tehát nem egy egyszerű szer. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy milyen nagy körültekintés volt tulajdonképpen a püspökatya likvidálása mellett. Perceken belül befejezte az életét. A gyilkos injekció szívroham látszatát keltve 1947. október 31-én éjszaka végzett a püspökkel. Temetését viszont több napon keresztül halaszgatták a szovjet hivatalnokok, félve a hívek haragjától. Temetésének időpontját sem hozták nyilvánosságra, ahogy azt sem, pontosan hová temetik az ungvári székesegyház kriptájában. Majdnem az egész kriptát végig kellett járni, amíg végre megtaláltuk, és hál' Istennek Puskás László atya volt az, aki megtalálta. Ő így hetezett, Budapestről lejött, és mindig egy hétig itt szolgálatot teljesített. Szakemberek megállapították, abból a koponyájából leginkább tudták megállapítani a kitört fogak, tehát hogy a merénylet alapján leírtak, alapján tudták megállapítani, hogy az ő maradványa. Szabó Konstantin atya jól ismeri Romzsa Tódor vértanú püspök életét és munkásságát. Szerinte a püspök szilárd hite az Istent megtagadó szovjet korszakban példa a mai keresztények számára, akik már egy sokkal szabadabb világban élnek. Ma a keresztény világ, ami körülvesz minket, az mennyire Istent szerető, Istent áldó vagy imádó. Tehát egy érdekes párhuzam, és akkor ebből a mai ember tud magának meríteni gondolatot, hogy vannak elvek, vannak nagyon-nagyon fontos dolgok, amelyek nem változnak attól, hogy most ilyen zászló van, nem változnak attól, hogy most ilyen ideológia van, nem. Tehát vannak szent dolgok. És amikor egyházi üldözésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy Romzsa püspököt meggyilkolták, hogy 127 papot letartóztattak, és a biztos halálba küldték. Romzsa Tódort 28 görög katolikus vértanútársával együtt 2001. június 27-én avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa. Földi maradványai az ungvári görög katolikus székesegyházban nyugszanak, hirdetve minden keresztény ember számára azt, ami egész földi életében vezérelte. Szeretlek téged, Uram, én erősségem. Az Úr az én erősségem és oltalmam. Imád őt a mi